A Huszár Bandériumok, a Díszszázad és a Katona Zenekar vonul át a Józsa András Múzeumtól az idén 20 éves magyar huszár szobráig az országzászló térre. Az impozáns felvonulás az 1944-ig működő magyar huszárság és az egykori huszárok előtt tisztelgett, amelynek legidősebb képviselője az idén 100 esztendős Juráncsik Antal volt. Az ünnepségen Benkő Tibor honvéd vezérkari főnök arról beszélt, a Mátyás király korától fennálló magyar huszárságot a bajtársiasság, a hazaszeretet és a bátorság mellett sajátos rafinéria jellemezte, mely könnyű lovas fegyvernemet csak a haditechnika fejlődés se tudta háttérbe szorítani. A vezérezredes szólt arról, a haderő fejlesztési programmal elindult a honvédség fejlesztése. Ennek keretében légi és földi eszközöket vásárolnak, elkezdődik a pilótaképzés és emelik a katonák bérszínvonalát is. Az elmúlt jó néhány évben katonáink, ahogy említettem, közel 1000 fővel kint vannak missziókban, műveletekben, harci tapasztalatokkal rendelkeznek, még akkor is, ha Magyarországon béke van, és nekünk az a fontos, hogy a jól kiképzett, jól felkészült katonáinkat kiváló, korszerű, modern technikai eszközökkel lássuk el. Ez már elindult ebben az évben, megkezdtük elsőként mi a katonák egyéni felszerelését kívánjuk, mondjam úgy, hogy korszerűvé és napra készé tenni, tehát most már vannak katonai szervezetek, ahol a új gyakorló ruhát viselik, hamarosan beindul a hazai fegyvergyártás, tehát olyan fegyverekkel, kézi fegyverekkel látjuk el a katonáinkat, amelyik 21. századbeliek. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere arról beszélt, a megyeszékhelyen az 1870-es évektől több huszárszázad állomásozott. A megyei közgyűlés elnöke beszédében pedig azt hangsúlyozta, a legmagyarabb fegyvernem képviselői Nyíregyházához, Szabolcs vármegyéhez és az egész országhoz hozzátartoztak, emléküket és tetteiket pedig őriznie kell az utókornak. A legrégibb fegyvernemről van szó, hiszen már a 15. századból vannak erre vonatkozólag írásos adataink, illetve hát az egész világon elterjedt ez a fegyver, és mindenhol magyarnak tartották, tehát igazán büszkeségre okot tartó és okot adó hagyományról van szó. És hát olyan hagyományról, amely remélhetőleg élő, hiszen ahogy évről évre látjuk, egyre több hagyományőrző csatlakozik lelkesen ez a mozgalom, ez a hagyományápoláshoz. Díszsortűzzel tisztelegnek a huszárok előtt, majd koszorúzás következett, ahol a honvédség, a város és a megye képviselői helyezték el a huszárszobor előtt az emlékezés virágait. Az eseményen átadták a jubileumi huszártalálkozót megörökítő emlékérmeket is, amelyek közül egyet a 100 éves huszár is átvehetett.